Sziasztok! Farkasinszki Ildikó vagyok, ez itt a Süti Suli. Amint látjátok, ma kivételesen nem a Mind Megette konyhájából jelentkezünk, hanem az én saját otthonomból, ahova meghívtam a stábtagokat is, ugyanis ma grill desszerteket fogok készíteni. Először egy csilis szilvamártásos császármorzsát fogok ezen a kiváló Primo Kamadon készíteni nektek. Először a vörösboros szilvamártást fogom elkészíteni. A kis kockákra vágott szilvát beleöntöm az öntött vas edénybe, és ráöntöm a vörösbort. Reszelek hozzá narancshéjat, hozzáadom a cukrot, egy kevés fahéjat, és ízlés szerint csilit. És most mehet is be a sütőbe. Na most már jól kimelegettem, egyrészt itt fűt engem a sütő, meg a nap is süti a hátamat, úgyhogy nagyon jól fog esni egy jó kis frissítő limóza pezsgő limonádé. El is készítem. Először is jeget teszek a poharakba, abból nem árt most jó sok ebbe a melegbe. Öntök rá egy kis erdei gyümölcs szörpöt. Felengedem szódával. És jöhet a lényeg, a pezsgő. És mivel a mai desszertünk szilvamártással készül, én azt gondoltam, hogy nagyon jól harmonizálnak hozzá ízben az erdei gyümölcsök, ezért is lett a szörp az erdei gyümölcsszörp, úgyhogy teszek bele pár szem epret, málnát, áfonyát és díszítésnek egy kis ribizli. Most jó alaposan elkeverem. És megkóstolom. Ez tényleg üdítő. A szilvamártás a sütőben, úgyhogy most elkészítem a császármorzsa tésztáját. Először is szétválasztom a tojásokat. A sárgájához hozzáadom a cukrot, és egy pici sót. És egy kézi habverővel fehéredésig habosítom. Azért ez karizom is kell, úgyhogy most iszom egy korty limózát. Most már tényleg jó meleg van. És akkor jön hozzá a liszt. És egy kis tej. Szépen több részletben hozzáadagolom az összes lisztet és az összes tejet. Jöhet a tojásfehérje, ehhez azért már robotgépre váltok, és kemény habot verek a tojásfehérjéből. És most hozzáforgatom óvatosan a tojásfehérje habot több részletben, alulról felfelé keverve, hogy ne törjem össze a habot. Kész a könnyű, laza tészta. Előveszek egy másik öntött vas edényt, ez megy majd a sütőbe. Én azt gondolom, hogy a szilva mártáshoz, annak a csilis, fahéjas ízesítéséhez nagyon jól passzol a fekete szezám kicsit egzotikus íze. Úgyhogy most a sütőben egy kevés vajon meg fogom pirítani a fekete szezám magot, és utána ráöntöm ezt a könnyű habos tésztát, és hagyom szépen, mint egy palacsintát kiterítve, hogy megsüljön, megszilárduljon. Közben ránézünk a mártásra is. Ez itt már elkezdett szépen rotyogni. Hagytam egy kicsit a vajat felforrósodni, most már látszik, hogy elkezdtek pattogni a szezámmag szemecskék, úgyhogy rá is öntöm a tésztát. És most ezt legalább 10 percig hagyom sülni.
szépen puhulnak a szilvakockák, nem sok idő kell neki, és bele is mehet a keményítő. Tisztát szépen földarabolom, közben pedig a mártást besűrítem. A keményítőt egy kevés mártás lével föllazítom, majd hozzáöntöm a többi mártáshoz, ez így szépen gyorsan be fog sűrűsödni. A földarabolt tésztát megszórom porcukorra, és hagyom még pár percet, hogy rákaramellizálódjon a cukor. Na nézzük ezt a császármorzsát. Most már szép színe van, nincs más hátra, mint hogy kitálaljam. Szerintem elég jól néznek ki a kis fekete szezámmag szemecskék. Jöhet a fincsi fűszeres szilvamártás. És meg is kóstolom. Elég jó lett, bár nekem még jöhetett volna egy kis csili. Egészségetekre! Láthattátok ti is, hogy igazán nem ördöngőség. Egy kis fűszer, egy kis csavar, egy kis fekete szezám, és már is egy hagyományos desszertből különlegeset tudtunk varázsolni. Javaslom, hogy ti is próbáljátok ki. Jó étvágyat hozzá!